A helyi és környékbeli játékosok, sportegyesületek, iskolák támogatása mindig is kitüntetett szerepet játszott a Nyíregyháza Blúság életében. Ezt szolgálja a kosárlabda csapat mostani két új megállapodása is, melyet a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziummal és a Flexi Team Aerobik Egyesülettel kötött a klub. A megállapodás értelmében a kosárlabda csapat mérkőzései lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gimnázium diákjai és az aerobik egyesület tagjai bemutathassák tudásukat. Egy picit bosszantó volt az elmúlt időszakban, hogy a művészeti szakgimnázium tanulói itt élnek Nyíregyházán, és akkor látjuk őket, amikor valamelyik tehetségkutatóban feltűnnek, mellette pedig nagyon magas színvonalon képviselik azt, amit ők tanulnak, amit ők csinálnak, és nagyon örülök annak, hogyha fellépnek a mi rendezvényeinken, és a nézők is úgy vettem észre, hogy nagyon pozitívan fogadták, és nagyon jól szórakoztak ez alatt az idő alatt. A Flexi Team pedig szintén a legmagasabb osztályba tartozó sportegyesület, és örülök annak, hogy ők is színesítik a mi mérkőzéseinket, és remélem, hogy ők is jól érzik magukat, miközben itt vannak nálunk. A művészeti szakgimnázium számára egyfajta kihívás is az együttműködés. Elsősorban színvonalas művészeti bemutatóval szeretnének hozzájárulni egy-egy mérkőzéshez. Táncosaink fognak fellépni, arról még nem szeretnék egyelőre titkokat elárulni, hogy milyen műsorszámmal, de a tavalyi évhez hasonlóan már készülnek a kollégák új bemutatóval, és olyanokkal, amivel szórakoztatni fogják a nézőközönséget. A táncosainkon kívül pedig még a zeneművészeti tagozatunk szintén készül, és ők is a szórakoztató zenei ágat fogják megragadni, méghozzá a klasszikus zenészeink és zenésztanáraink fognak fellépni. A Flexi Team számára is nagy lehetőséget kínál a megállapodás. Számunkra azért is nagy lehetőség ez, hogy egy ilyen, először is azért, mert hogy egy sportot ismerő, egy sportot értékelő közönség előtt tudjuk bemutatni az aerobikot, ezzel tudjuk gyakorlatilag ezt a sportágat népszerűsíteni. A második nagy lehetőség, amit látunk ebben, hogy a lányok ezáltal tudják gyakorolni azt, hogy egy ilyen nagy plénum előtt mutatják be a gyakorlatukat, hiszen ezt elő kell adni, ez szinkronitásban kell, és minden körülmények között szeretnénk, hogy a hibátlan meg tudnák csinálni, elő tudnák adni ezt a gyakorlatot, úgyhogy ez úgy a kosarasoknak, úgy mint nekünk, ez egy fantasztikus lehetőség. A Blue Sharkshoz kapcsolódó hír még, hogy a csapat jövő hétfőn a HEP kupában Debrecenben lép pályára, majd csütörtökön a román másodosztályú Máramarosszigettel játszik a kosárlabdát népszerűsítő bemutató mérkőzést. Október 15-én pedig a Honvéd kérésére, felcserélve a pályaválasztói jogot, nem idegenben, hanem a Continental Arénában, hazai pályán játsszák bajnoki mérkőzésüket a cápák.